Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Házhoz megy a segítség. Támogatást nyújt az önkormányzat az egyedül élő időseknek. Szünetel a nyilvános liturgia. Új rendszabályokat vezettek be a vírus miatt a templomokban. Változás a kormányablakoknál. Csak előzetes időpont foglalással lehet intézni az ügyeket. Minimalizálják a kockázatokat. A jelenlegi helyzet miatt több határidőt is meghosszabbított a NAV. Lengyel teherautót ellenőriztek. Hűtés nélkül szállítottak több tonna félsertést Romániába. Házi segítségnyújtás szolgáltatással biztosítják az ellátást azoknak a 65 éven felüli gyulai polgároknak, akik otthonukban maradnak. Mindezt Görgényi Ernő polgármester jelentette be, hangsúlyozva, hogy az érintettek így hatékonyabban megóvhatják magukat a fertőzéstől. Ez a nap híre. A koronavírus az idős korosztályokra a legveszélyesebb. Videóüzenetben tájékoztatott a kedd délutáni városházi tanácskozás eredményéről Görgényi Ernő polgármester. Az idősügyi értekezlet célja az volt, hogy megvizsgálják, milyen intézkedésekkel járulhatnak hozzá az idős gyulaiak megvédéséhez a fertőzéstől. Kisszabolcs intézményvezető úr holnaptól, azaz március 18-ától, szerdától bezárja határozatlan időre a gyulai idősklubokat, ahol az idősek nappali ellátása zajlott. Azoknak az ellátottaknak, akik eddig a klubokban étkeztek, térítésmentesen házhoz szállítják az evédet. A polgármester kiemelte, szeretnének segíteni azoknak az idős gyulaiaknak is, akik jelenleg nem részesülnek házi segítségnyújtás ellátásban, de vállalják, hogy nem hagyják el az otthonukat, és nincs olyan rokonuk, barátjuk, ismerősük, aki segítene nekik bevásárolni. A 65 éven felüli gyulaiak támogatására több szolgáltatást vezettek be szerdától. Annak a 65 éven felüli idős gyulainak, akinek rokoni, baráti, ismerősi köréből vagy a szomszédai közül nincsen, aki segítsen, önkormányzatunk ad segítséget az ellátáshoz, a házi segítségnyújtó szolgálaton keresztül. A jogosultaknak hétköznapokon meleg étkezést biztosítunk házhoz szállítással, és munkatársaink bevásárolnak számukra élelmiszereket, gyógyszereket, tisztítószereket és tisztálkodási szereket. Az ebéd házhoz szállítása ingyenes, az ebéd térítési díját ki kell fizetni. A bevásárlás ingyenes, de az áruk értékét ki kell fizetni. Aki szeretne ilyen szolgáltatást igényelni, az keresse a polgármesteri hivatal munkatársait az 526-850-es telefonszámon. A hívás során rögzítik a jogosult adatait, ezután pedig a kistérségi intézmény munkatársai felkeresik a jogosultat és felmérik az igényeit, megbeszélik vele a szolgáltatás részleteit. Március 22-től, Nagybőjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel a nyilvános liturgia. Kovács Péter plébános kiemelte, a katolikus hívőknek a vasárnapi szentmisén a részvétel parancsolt, vagyis kötelező. Ezért többek között ez alól adott felmentést a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az interneten megtalálható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye, ahol 7 pontban visszavonásig léptettek életbe olyan rendelkezéseket, melyekkel szemben csak az illetékes megyés püspök rendelkezhet másképp. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért a templomokat nem zárják be. Nyilvános liturgia március 22-től, Nagybőjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában röviden kell megtartani. A templomnak az előtere a Rácsik lesz nyitva az elkövetkezendő időkben is, illetve hát a szentelt víztartó természetesen le vannak takarva. A rendelet megalkotása előtt a szentelt víztartókat kiürítették és lefették. A szentmiséken eltörölték a kézfogást, emellett az emberek kézbe áldoztak. Rendszeres templomtakarítás, fertőtlenítés zajlik a templomon belül. Püspöki konferencia úgy döntött, mivel a járvány előre haladtával,
hogy a templomokat ugye nem zárják be, hiszen nagyon fontos, hogy az embereknek legyen lelki támasz, mert az imádság, hogy bejöhessenek a templomba, az Istennel való kapcsolat, ez nagyon fontos a egészségük szempontjából is, hiszen lelki egészség is szükséges azért ennek a túléléshez, vagy elviseléséhez. És viszont a nyilvános szentmisék megszűnnek. Ez azt jelenti, hogy a templomban ugyan a papok mondanak misét, de nép nélkül. Tehát, hogy hívek nincsenek, zárt ajtók mögött imádkozunk a népért, tehát az egészségükért, az országért, tehát ez meg lesz. Kovács Péter kiemelte, a katolikus hívőknek a vasárnapi szentmisén a részvétel parancsolt, vagyis kötelező. Ezért többek között ez alól adott felmentést a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Aki nem jön templomba, meg nem tud most ugye, az nem követel bűnt. Viszont az úrnapját meg kell szentelniük odahaza. Ez azt jelenti, hogy a televíziókban fontos, hogy nézzék a szentmiséket, illetve imádkozhatnak külön odahaza a család együtt, Bibliát olvas, tehát mindenféleképpen szálljanak időt arra, hogy az úrnapját a maguk módján most szenteljék meg. Tulajdonképpen ezek az intézkedések, amik legfontosabbak most ugye érintik a híveket, ez vasárnaptól lép érvénybe, tehát vasárnap már nyilván a szentmise nincsen. Kovács Péter hangsúlyozta, a betegeket, haldokló embereket a papoknak el kell látni. Az ilyen alkalmakkor természetesen be kell tartaniuk a hivatalos előírásokat. A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében március 18-ától csak előzetes időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadnak a kormányablakok, az okmányirodák és minden egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat. A mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok, vagyis a kormányablak buszok ügyfélfogadása határozatlan ideig szünetel, írták a Békés megyei kormányhivatal által küldött sajtóközleményben. A világméretű koronavírus járvány miatt elrendelt vészhelyzet keretében a kormány újabb intézkedéseket vezetett be. Az ügyfelek és az ügyintézők védelme érdekében a kormányablakokban és az okmányirodákban nincs lehetőség sorszámot húzni. Az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással lehetséges. Átmenetileg felfüggesztik a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ügyfélfogadását. Az elkészült okmányok személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség, ezeket kizárólag postai úton kézbesítik. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Továbbra is azt kérik, hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetekben keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Arra is kérik az ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, az ügyféltéren kívül lehetőség szerint egymástól legalább másfél-két méter távolságot tartva várakozzanak. Minimalizálná az ügyfeleire és a munkatársaira ható kockázatot a NAV koronavírus járvány miatt. A hivatal ügyféltermében csak a soron következő személyek tartózkodhatnak, másoknak az épületen kívül kell várakozni. A jelenlegi helyzet miatt több határidőt is meghosszabbítottak, mely érinti az SZIA bevallásokat is. Idei évben több mint 5 millió 500 ezer ember tervezetét készítettük el. Automatikusan, kérés nélkül a NAV idén is több millió ember számára készítette el személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. Adóbevallásunkat abban az esetben szükséges módosítani, amennyiben olyan jövedelemforrással rendelkezünk, melyekről nem tudhat az adóhivatal. Ez Gyulán is sokakat érinthet, hiszen ide tartozik például az ingatlan bérbeadás is. Nekik az adót 2020. május 20-áig kell befizetni. Az ügyfélkapuval nem rendelkezők március 16-áig kérhették az adóbevallási tervezetük postázását. Ezt a határidőt a jelenlegi járványügyi helyzet miatt meghosszabbították. Ezt a jövőben SMS-ben, illetve az adóhivatal honlapján is intézhetik. A kialakult járványhelyzet miatt az adóhivatal úgy döntött, hogy a határidőt kitolja. Tehát azok, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, azok a magánszemélyek 2020. április 15-éig kérhetik, hogy papíralapon küldje ki az adóhivatal részükre a bevallási tervezetet. Kérhetik, tehát több módon kérhetik a bevallási tervezetet. Az egyik, amikor SMS-t küldenek az adóhivatalnak, ez a 0630 344 43 04-es telefonszámra kell küldeni egy SMS-t.
Az SMS az az SZIA szó nagybetűvel, szóköz, adóazonosító, szóköz, születési dátum, év, hónap, nap megjelölésével. A koronavírus járvány miatt a NAV igyekszik minimalizálni az ügyfeleire és munkatársaira ható kockázatokat. Ebből kifolyólag a hivatal változtat ügyfélfogadási gyakorlatán, és a várakozókat ütemezetten fogadja. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélteremben egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van. Mindenek előtt arra fontos felhívni a figyelmet, hogy az adóügyek többsége online, elektronikus formában is intézhető, így könnyen el lehet kerülni a személyes megjelenést, sorbanállást. Az adóhivatalnak szinte minden szolgáltatása elektronikusan rendelkezésre áll a magánszemélyeknek, illetve a vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak, ezért azt tudjuk javasolni, hogy ezeket a szolgáltatásokat vegyék igénybe, és így nem kell megjelenni, nem kell bejönni az adóhivatalhoz, hanem bármikor otthonról intézhetők ezek a szolgáltatások, és tényleg mindenkinek a minden ember egészsége így biztonságban lenne. Azok számára, akik az EVA vagy a KATA hatája alá tartoztak, és volt SZIA a törvény szerint adóköteles jövedelmük, a NAV szintén elkészíti adóbevallási tervezetüket. Ugyanez vonatkozik azokra a vállalkozókra, akik 2019-ben egész évben szüneteltették tevékenységüket. Hűtés nélkül szállítottak több tonna félsertést Romániába. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai Békés megyében ellenőriztek egy lengyel teherautót, ami a megengedettnél egy tonnával több árut szállított, ráadásul szabálytalanul. A pénzügyőrök Csanád Apáca és Csaba Szabadi között ellenőrizték azt a teherautót, ami Magyarországról szállított húst Romániába. A sofőr átadta ellenőrzésre a fuvarokmányt, a szállítólevelet, és igazolta, hogy az EKR bejelentés is megtörtént. Látszólag minden rendben volt, de a pénzügyőrök találkoztak már a céggel korábban, így tételes vizsgálat mellett döntöttek. A csomagtér kinyitása után azonnal érezni lehetett, hogy a szállított hús büdös volt. A félsertéseket a raktér padlóján egymásra pakolták, de több tétel bezacskózott velő, disznószív és nyelviserő került, melyek a szállítólevélen nem szerepeltek. A teljes rakomány mérlegelésekor kiderült, hogy több mint egy tonnával több a szállítmány, mint amennyit a papírokon feltüntettek. A kormányhivatal munkatársai a közel 4 tonna hús azonnali megsemmisítését rendelték el. Nem lesz elbocsájtás az önkormányzat cégeinél, intézményeinél, nyilatkozta Görgényi Ernő polgármester a Gyula Televíziónak. Rövid hírek következnek. 2-től határozatlan időre bezártak az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum működtetésében lévő gyulai kiállítóhelyek. A Gyulai Vár, az Almási Kastély, az Erkel Ház, a Kohán Képtár és a Ladics Ház. Mindenkit arra biztatnak, hogy kövessék a közösségi média felületeket, amelyeken folyamatosan frissülő tartalmakkal igyekeznek pótolni a személyesen, idéglenesen meg nem szerezhető élményt, segítve ezzel, hogy az otthon tartózkodást ne legyen unalmas. Határozatlan ideig nem nyit ki a művelődési központ sem, a meghirdetett események kivétel nélkül elmaradnak. Szerdától visszavonásig bezár a Gyulai Várfürdő. Ezt már Görgényi Ernő polgármester jelentette be a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel. A fürdő arról tájékoztatott, hogy a bérletek felhasználhatósági idejét meghosszabbítják, a kiírt és kifizetett, de fel nem használt kezelések térítési díját visszafizetik, illetve arra is lehetőséget biztosítanak, hogy az újraindulás után, lejárati időn belül az érintettek a kezeléseket igénybe vegyék. A kialakult helyzetben a polgármestert megkérdeztük arról, hogy várhatók-e elbocsájtások az önkormányzati cégeknél, intézményeknél. A polgármester elmondta azt is, a következő időszakban a legnagyobb figyelmet a legveszélyeztetettebb célcsoportra, vagyis az idősekre fordítják. Hétfőtől digitális munkarendre, oktatásra kellett átállniuk az iskoláknak, amely mind a tanárok, mind a diákok számára új helyzetet teremtett. A koronavírus járvány okozta kényszerszünetet nem iskolai szünetként kell értelmezni, hiszen a mindennapokban ugyanolyan munka fog folyni, mint eddig. Információink szerint a Gyulai Tankerületi Központ valamennyi intézményében zökkenőmentes volt a digitális munkarendre történő átállás. A tankerület intézményvezetői mind egymással, mind a tankerület vezetésével szoros kapcsolatban állnak, és folyamatosan egyeztetik a további lépéseket.
lépéseket. A Gyulai Lila iskola pedagógusai egy messenger csoportban kommunikálnak egymással. Az elmúlt hétvégén ezen a felületen ötleteltek közösen. Keresték azokat a megoldásokat, melyek alkalmassá válnak ahhoz, hogy a tanítványokat személyes kontaktus nélkül is tudják oktatni. Ez az a felület, ahol a diákok számára eljutatjuk az információkat, föntalálható a házi rendünk is, és itt gyakorlatilag minden osztály megtalálható, ahol akkor megfelelő üzeneteket tudnak küldeni a pedagógus is és a gyerekek egymás számára. Szabadosné Bécsi Katalin, a Lila iskola tagintézmény vezetője. Itt azt az audiokommunikációs rendszert mutatta be, melyen a diákok megkaphatják a legfrissebb információkat. Szabadosné Bécsi Katalin elmondta, a Lila suli DC szerverére folyamatos a diákok és a szülők belépése. Hozzátette, szerda reggelre minden esély megvan arra, hogy minden osztály teljes létszámmal arra várjon, hogy a pedagógusoktól megkapja a tananyagokat. A Krétán, vagyis a köznevelési elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül kapják a diákok a házi feladatokat, valamint új funkcióval is bővült a felület, ahol akár egy feladatsort is készíthet a pedagógus. Az Erkel Ferenc gimnáziumban egy olyan digitális oktatási rendszert építettek ki, amely teljes mértékben alkalmas arra, hogy a diákokkal napi szinten tudják tartani a kapcsolatot, valamint sikeres legyen a tanítási, tanulási folyamat támogatása. Fogalmazott Zámori Ida, az intézmény igazgatója. Zámori Ida kiemelte, a diákoktól és a szülőktől is pozitív visszajelzések érkeztek az elmúlt napokban. Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban mindkét csoportban merültek fel kérdések. Az intézmény igazgatója hangsúlyozta, a digitális rendszer elindulásával mindent megtesznek annak érdekében, hogy a diákok sikeresen vegyék az akadályokat. Elkészült az adalékmentes termékcsaládunk. Tavaly májusban elkészült, ezekben a hetekben pedig piaci forgalomba került az adalékmentes termékcsalád a Gyulahúsnál. A cég már tavaly, 2019-ben megnyert egy E-mentes díjat az egyik szakmai lap pályázatán. A Gyulahús kínálatában jelenleg 3 adalékmentes termék szerepel. Egy adalékmentes májas, melyet a Kétegyházi úti üzemben gyártanak, a Békésugár útiban pedig a száraz kolbász, valamint a szalámi gyártása történik. A szalámi paprikamentes, a kolbász pedig egy tradicionális, gyulai ízvilágú páros kolbász. A termékeket 3-4 hétig érlelik az erre alkalmas helyen. Technológiája hasonlít az eredeti gyulai kolbászéhoz. Nem megyünk be. Nem. Nem szeretnénk semmilyen betegséget hozni. Igen. Viszont nagy ünnep ez, hogy a 90. születésnapját ünnepelhetjük. Igen. Görgényi Ernő polgármester virággal és oklevéllel. Gyula városától fogadja szeretettel ezt a tortát. Kis Szabolcs, a körzetképviselője pedig tortával köszöntötte a 90 éves gombkötő Józsefet. Józsi bácsi 1930. március 14-én látta meg a napvilágot Gyulán. A Kávin utcára és Szentpál falvára járt iskolába. Később a vízügynél helyezkedett el, ahol fénymásoló volt. Ezt követően a műhelyben dolgozott, majd 6 évig gátőr volt. Józsi bácsi 1960-ban nősült, felesége 28 éve elhunyt. Házasságukból 3 gyermek, 2 lány és 1 fiú született. Az évek során 2 unokával és 3 dédunokával bővült a család. Az ünnepelt arra a kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, azt válaszolta, hogy egészsége legyen az embernek, és ahhoz megfelelően táplálkozzon. Az ünnepelt fiatalon sokat dolgozott. Egy lábtörést követően nehezen mozog, sok időt tölt pihenéssel. A házi munkát fiával közösen végzik. Józsi bácsi főz és mos, a fia pedig takarít. A megfelelő minőségű és mennyiségű alvás elengedhetetlen az egészséges életmód fenntartásához. Az orvosok, kutatók minden évben felhívják a figyelmet a kialvatlanság káros következményeire. Az alváshiány évről évre egyre gyakoribb jelenség. Ön odafigyel arra, hogy eleget aludjon? Igen, odafigyelek, alszom eleget, hogy kipihent tudjak lenni következő nap, igen. És ez körülbelül mennyi órát jelent? 8 óra. Aktív pihenés. Szóval akkor lefekszik időben, és fel kell reggel ugyanúgy alszom. Időben? Igen, 10 órakor minden este alszom, és reggel kelek 7 óra körül. Úgyhogy megvan a 8 órám, 9 is. Természetesen, mert különben fáradt vagyok, és nem jól érzem magam. És egyébként ez pontosan mennyi órát jelent? 7-8 órát. Gondolom nyugdíjasnak már ennyi elég.
És egyébként jobban érzi magát, hogy ha ennyit alszik, így napközben? Igen, napközben nem, éjszakai alvásra veszek. Napközben azért fönt vagyunk. Ja, hát mióta ennyit tudok pihenni, azóta jobban érzem magam természetesen. Igen. Végre mennyit jelent? Vagyok, végre nyugdíjas vagyok, és alhatok annyit, amennyit akarok. Úgyhogy 7 és 9 óra között naponta. És úgy érzi, hogy ez elegendő? Persze, természetesen. És akkor időben lefekszik, és időben is kell? Hát az időben az nem, mert későn fekvő vagyok, és későn kellő. És ettől pihentebbnek érzi magát így napközben? Természetesen. Épül a Fürjesi út Békés Csabán. Lapszemle következik. 5 milliárd forintból épülhet a Fürjesi út. Hétfőn átadták a munkaterületet a kivitelező cégnek, írta a Beol. Ezzel elkezdődött a Fürjesi út építése Békés Csabán, ami a szintén épülő M44-est, a 44-est, a 47-est és a Csanádapácai utat köti majd össze, vagyis lényegében egy elkerülő lesz. Óvintézkedések a délvidéken. Óvintézkedéseket vezettek be a Nagybecskereki Egyházmegyében, írta a Magyar Kurír. A megpróbáltatásokkal teli időben a híveket felelős magatartásra szólították fel. Élénkül a madárvonulás. A tavaszias idő és a tavaszi csapadék hatására nagyobb lett a mozgás a térségben, írta a kmnp.hu. A Kígyósi pusztán a bíbicek több százas csapatokban mozognak, és egyre több a seregély, az aranylile és a pajzsos cankó. Feketén, fehéren. Közel 10 éve, hogy a békéscsabai márvány fotóműhely rendszeresen visszatérő kiállítója a Békési Kecskeméti Gábor Kulturális Központnak. A Békési Újság azt írta, legújabb Feketén-Fehéren című klub kollekciójuk március 3-án nyílt meg. Szombatig biztosan folytatódik a kellemes tavaszias idő. Vasárnaptól markáns lehűlés kezdődik, visszatér a tél. Csütörtökön ismét sok lesz a napsütés, esni sehol sem fog. A hőmérséklet az éjszakai plusz 2 fokról délutánra 17 fokig emelkedik. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő. A hőmérséklet 3 és 19 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Házhoz megy a segítség. Támogatást nyújt az önkormányzat az egyedül élő időseknek. Szünetel a nyilvános liturgia. Új rendszabályokat vezettek be a vírus miatt a templomokban. Változás a kormányablakoknál. Csak előzetes időpontfoglalással lehet intézni az ügyeket. Minimalizálják a kockázatokat. A jelenlegi helyzet miatt több határidőt is meghosszabbított a NAV. Lengyel teherautót ellenőriztek. Hűtés nélkül szállítottak több tonna félsertést Romániába. A Gyula TV híradóját látták. Most a 3 téma következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon. További jó tévézést kívánunk. Köszönjük figyelmüket!